Másfél évvel a legutóbbi járványügyi intézkedések feloldása után is kritikus a helyzet a vendéglátóiparban. Bár az elmúlt évben jelentős fellendülés történt az ágazatban, a legtöbb pályaelhagyó mégsem tért vissza a szektorba. Pandémia, ale predovšetkým opatrenia, ktoré boli príjmané v čase pandémie, spôsobili to, že prevádzky... A járványügyi intézkedések következtében a munkavállalók nagy része más ágazatokban helyezkedett el, közülük azonban csak néhányan tértek vissza, így az idei nyári szezon kezdete előtt több mint 20 ezer pozíció maradt betöltetlenül. A helyzet súlyosságát főként a munkáltatók érzékelik, akiknek egyre nagyobb nehézséget jelent vállalkozásuk fenntartása. Covid után elég nehéz találni valakit, aki szeretné ezt a munkát csinálni, aki nem lenne diák. A diákokkal az a probléma, hogy szeretnek dolgozni, csak nem tudnak sokat dolgozni, újra be kell tanítani őket, nem bírnak ki sokáig, úgyhogy valakit kitanítunk valamilyen időre, de aztán valaki újat kell tanítani. A jelenlegi állapotnak több oka is van, kezdve a szakközépiskolai képzés hiányosságaival, a szakma megítélésén keresztül, egészen az alacsony bérekig. Mindez kihat a vendégek elégedettségére is. Sokszor az van, hogy nincs megfelelő személyzet, ami igazából baj. Megértem azt is, hogy amikor az ember egymás után dolgozik, 10 plusz órákat, el van fáradva. És nagyon sokszor ebből kifolyólag, lehet, hogy a fáradtságból, vagy az, hogy már goromba volt valamilyen vendég velük előtte, egy kicsit negatívabban állnak hozzá, főleg este a vendégekhez. Ha nem lenne az a kávéház jó benyomásom rám, hát akkor oda többet nem megyek. A pandémia után az orosz-ukrán háborús helyzet is változásokat hozott a szektorba. Az Ukrajnából érkező menekültek egy része a vendéglátásban helyezkedett el, enyhítve ezzel a munkaerőhiányból adódó problémákat. Nedostatok zamestnancov by sa dal riešiť viacerými spôsobmi. A problémákra megoldás jelentene a duális oktatási rendszer előmozdítása, a szakképzések összehangolása a piaci igényekkel, valamint a munkaerő piac megnyitása a külföldi munkavállalók számára. A szakképzett munkaerő hiánya nem csak a vendéglátóiparban van jelen. Egy olyan problémáról beszélünk, amely rendszer szintű változások bevezetése nélkül veszélyeztetheti az egész ország gazdasági helyzetét.